Gőzerővel folyik a munka 6-os számú főúton, jelenleg út- és hídépítés zajlik Paks és Duna kömlőt között, valamint ugyanezen a szakaszon, a partfal tetején a terveknek megfelelően a vízelvezetéshez szolgáló árkok kialakítása is megtörténik. Az útpályát mintegy 75 cm-rel helyezik át a kivitelezést végző Solt út Kft. Szakemberei, ezt követően kezdődhet a támfalépítés. Klasszikus értelembe vett támfal nem épül, bár kinézetre támfalnak fog látszani. Ez egy szakmai nyelven ez egy pengefal lesz. Gyakorlatilag 3-4 méter magasságú betonfalat kell építeni, ennek megfelelően meg kell, el kell készíteni ezeknek a penge támfalaknak az alapozását, cölöp alapozások lesznek, hogy nyilván megfogják az esetlegesen leszakadó föld részeket. Nyilván a támfal pengefalnak az építését meg kell előzze az út, 6-os útnak az áthelyezése, illetve közmű áthelyezések, vízelvezetők és híd átépítése, hogy maga a támfalnak a helyét tudjuk biztosítani az építéshez. Ezek a felvételek 2016. december elején készültek, ekkor szakadt le a 6-os főút mellett található löszfalról több darab, veszélyeztetve a közlekedőket. Ezért készül pengefal az említett szakaszon. A kivitelező a tervek és az ütemterveknek megfelelően halad a munkákkal. Nyilván vannak nehézségek, hiszen egy hídnak a cölöpözése váltott sávon, illetve forgalom mellett, és a munkagépeknek a mozgása igen szűkös területen befolyásolja azért a kivitelezésnek a menetét. Bece Szabolcs hozzátette, a szükséges terelések miatt sárga burkolati jelek jelzik a sávokat és a burkolat szélét. Jelenleg sebességkorlátozás mellett időnként jelzőőrök segítségével zajlik a közlekedés. Tájékoztatott a Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatója, aki hozzátette, a beruházás az időjárás függvényében legkorábban az év végére elkészülhet, a projekt bekerülési költsége 700 millió forint.